Szeretettel köszöntök mindenkit. Izgalmas és hasznos beszélgetések várnak ránk. Elsőként rendelő rovatunkban a megfázásokról, influenzáról és az oltásokról fogunk beszélni meghívott szakemberünkkel. Majd felfedezhetjük a Via Transilvanicát turistaút egy szakaszát Tőkés Hunorral, aki vállalkozott erre a feladatra. De természetesen egyéb értékes tartalmakkal is várjuk Önöket. Ilyen lesz a mozizom, illetve ellátogatunk egy fiatal párhoz, akik bevezetnek bennünket a gyertyakészítés világába. Jönnek a részletek, ne maradjanak le! Az őszi-téli nyírkos és hűvös időszakban szinte mindenkit fenyeget a megfázás veszélye. A kellemetlen és gyakran hosszan elhúzódó tünetek megkeseríthetik mindennapjainkat. Csökken a munkahelyi teljesítményünk, a koncentrációnk és a teherbíró képességünk is. Hogyan növeljük szervezetünk védekező képességét, és amikor már visszafordíthatatlan az állapotunk, mit tegyünk? Mai rendelő rovatunkban többek között ezekről is szó lesz. És aki ma nálunk rendel, dr. Szabó Zoltán családorvos. Nagy szeretettel köszöntöm. Köszönöm. Első körben mindenféleképpen tisztázzuk le, hogy mi a különbség az influenza és a nátha között, mert sokszor ugyanaz jelenti számunkra, és egyként emlegetjük őket. Tünetekben mi a különbség akár? Hát nagy általánosságban van különbség. Van, amikor nincs, ez annyira egyéni tud lenni, hogy a beteg, néha az orvos sem tudja, de azért úgy nagyjából az influenza, azt a grippe, azt az influenza vírusa okozza, és az egy brutálisan kezdődő fertőző betegség, órák alatt a beteg nagyon rossz általános állapotba kerül, magas lázzal, fejfájással, izomfájdalmakkal, derékfájdalommal, és aztán megjelennek a légúti mindenféle tünetek, orrfolyás, a torokfájás, a köhögés, és ez a betegség úgy nagyon leveri az embereket, és a gyógyulása körülbelül úgy 6-7 nap. Ez a betegség, mivel hogy csökkenti a szervezetnek a védekező képességét más kórokozókkal szemben, így baktériumokkal szemben, hajlamosíthat arra, hogy a betegnek szövődményei legyenek, így arcüreggyulladás, homloküreggyulladás, akár súlyos pneumónia, tüdőgyulladás is. Ezért bizonyos embereknél ez a betegség nagyon súlyos lehet, így itt én most a krónikus betegekre gondolok, mint amilyenek a cukorbetegek, az asztmás betegek, a krónikus bronchitiszes betegek, és még egy sor olyan beteg, akinél, hogy úgy idézőjelben mondjam, nem hiányzik egy ilyen betegség. Tehát ők jobban kell vigyázzanak. Ők jobban kell vigyázzanak, és épp emiatt ezt a beteg vagy ember kategóriát, ha csak lehet, szívesen beoltjuk, az állam biztosítja az ingyenes védőoltást. Ez általában ilyenkor szokott megtörténni, úgy október vége, még akár decemberig érdemes beadni. A grippéről tudni kell, hogy általában úgy február vége, márciusban szokott nagy erővel jönni, de most nem, már most vannak grippés betegek, és nem is kevés. Mondom, körülbelül klinikailag így lehet elkülöníteni. A nátha, azt általában... Megfázás? A megfázás az mind a két betegséget elősegíti, mert az csökkenti a helyi ellenálló képességet, tehát a nyálkahártyán lévő védekezési mechanizmusokat csökkenti a hideg. És a náthát más vírusok, adenovírusok, rinovírusok, meg mindenféle más olyan vírus, ami nagy előszeretettel fertőzi a felső légutakat. Ez ritkán jár szövődményekkel, ez is kellemetlen, ez is eltarthat akár egy hétig is. A tünetek nagyjából hasonlóak, de nem olyan súlyosak. Igen, és doktor úr már említette az oltásokat főként, akik úgymond veszélyeztetettebbek, és akár az idősebbekről is ugye beszéljünk. Mit tehetünk
Itt akkor felmerül ugye az oltásnak a lehetősége, igen, de egyébként mit tehetünk? Otthon rögtön kell antibiotikum? Nem, antibiotikum nem. A specifikus védekezés az a védőoltás. Az összes többi az nem specifikus, ugye ismerünk nagyon sok módszert arra, hogy emelni a szervezetnek az ellenálló képességét. Azt azért tisztázni, illetve hogyha a lakosság úgy tudja, hogy a fertőző betegség kialakulásához kell egy fertőző ember, és kell egy receptív, egy másik ember, aki majd átveszi a vírust és megbetegszik. Na most mind a két oldalon kell hatni. Az egyik az, hogy a fertőzött ember, aki megbetegszik, főleg ebben a világban, mikor itt van ez a harmadik nagy betegség, a Covid, üljön otthon, próbáljon egy-két napot, három napot otthon ülni, amíg nem tisztázódik, hogy gyakorlatilag ez most Covid lesz, egy egyszerű nátha, vagy akár grippe. Ezáltal már egy lépést tettünk arra fele, hogy ne fertőzzön másokat. Ha pedig kimegy, az ilyen ember viseljen maszkot, mert azért számít, nagyon nagy mértékben számít. Az az ember pedig, aki úgymond elkapná a betegséget, az arra vigyázzon, hogyha olyan helyre megy, ahol sokan vannak, és ahol potenciálisan nagyon könnyű megfertőződni, az megint vigyázzon, öltözzön fel, hogyha kint hideg van, mert ez megint nagyon fontos, illetve maszkot hordjon olyan helyeken, ahol könnyű elkapni a fertőzést. Hát doktor úr, rohan az idő, beszéljünk arról, hogy hogyan erősítsük immunrendszerünket, ellenálló képességünket, mit tehetünk otthon, akár természetes módon, és akkor ugye bejönnek az oltások szerepe. Igen, tehát mondom, a legbiztonságosabb védekezés az oltás, úgy a Covid ellen, mint a grippe ellen. A nátha vírusok ellen nincs oltószer, azt tudjuk, és akkor mit lehet tenni? Hát a két nagy vitamin, ami úgymond véd, a C-vitamin és a D-vitamin, ezeket ilyenkor a hideg évszakokban érdemes szedni. A D-vitamin már el lehet kezdeni. Igen, a D-vitamin szint azért függ a napfény hatásától, uh-huh. És ilyenkor, mivel hogy a szervezet kevesebbet van a napfénynek kitéve, ezért érdemes szedni ilyenkor a D-vitamint, a C-vitamint. Aztán léteznek ilyen immunerősítő szerek, nagyon sok mindent lehet kapni, különböző teákat a gyömbértől, a zsájáig, ezeket mind meg lehet próbálni, mézet mivel lehet. Mivel bejönnek a legjobban? Én amikor covidos voltam, zsáját csináltunk otthon, és akkor abból inhaláltam, és nagyon jót tett. Mézet is ettem, de természetesen ott azért az egy durvább betegség, és ott azért gyógyszereket is szedtünk. Most a gyógyszer szedésnél azért azt tudni kell, igen, a nagy kérdés, mielőtt rátérnénk erre, hogy gyógyszer, hogy mikor menni orvoshoz. Mert vannak emberek, akik hajlamosak arra, hogy az első tünet megjelenésekor, főleg ha gyermekről van szó, rögtön hozzák orvoshoz, ami nem a leghelyesebb, mert nagyon megterhelik így a családorvost. Valóban most olyan napjaink voltak, hogy ilyen 60-65 beteg egy nap, ami nagyon sok, és ennek már az ilyen jellegű betegeknek körülbelül a fele nem volt mit egy orvosi rendelőben keressen, mert az, hogy egy kicsit köhögök, be van dugulva az orrom, uh-huh. és enyhén fáj a torkom, az még azt otthon is lehetne kezelni. Természetesen megint feltevődik az, kell betegszabadság vagy nem. Mert aki dolgozik, ott már megint más a dolog, mert talán ott ki kell adjuk olyan a betegszabadságot. Akkor lehet azt mondani, hogy előzetesen telefonon konzultáljanak. És az a legjobb, uh-huh. telefonon beszélni, és akkor úgy egy pár kérdésből már el lehet dönteni, hogy ebből mi lesz, mennyire súlyos a betegnek a helyzetét, hogy dolgozik, hogy nem dolgozik, egyedül lakik, nem. A családorvos azért családorvos, mert tudja a kortörténetét a betegnek, tudja, hogy cukorbeteg vagy nem, vagy magas vérnyomás, hogy milyen
olyan hátsó tényezők vannak, ami esetleg súlyosbítja a betegséget, vagy szövődmények kialakulására hajlamos. Kedves doktor úr, köszönöm szépen, hogy eljött a rendelőnkbe. Köszönöm is.